1956. november 4-e után a szovjet csapatok leverték a magyar forradalmat. Moszkvától kapott hatalmukat Kádár János és társai csak terrorral tudták érvényesíteni. A harcok megszűnte után következett a megtorlás. Megalakították a katonai rögtönítélő bíróságokat, amelyek megfélemlítésül akasztattak és hosszú börtönbüntetésre ítéltek embereket. Az 1956. évi 28-as számú törvény erejű rendelet nem határozta meg az elítélhetők alsó korhatárát. Így kerülhettek a statáriális bíróságok elé 13, 15, 16 éves gyerekek, akiket 5-10 évig terjedő börtönbüntetésre ítéltek. A 70 évre zárolt titkos dokumentumok, amelyekre most fény derült, feltárják az akkori vérbírák, ügyészek, nyomozók embertelen kegyetlenségét. Csak Budapesten 37 fiatalkorút ítéltek el, összesen 234 évre. 1956-ban ön 14 éves volt? Igen, 14 múltam. Szentelén laktunk a főtéren, a főtér közepén. Úgy körbe kapták értelennyiben a házat. Négyen vagy öten jöttek be. Hát mink, hogy mondjam, ismert minket az egész város, mert mink kereskedők voltunk, és nekünk üzletünk volt. Tudták, hogy hol kell jönni, tudták, hogy hol kell bejönni, mert hozzánk jártak. Na, ehhez még hozzá kell annyit tenni, hogy 56-ban a buli alatt, mikor a forradalom volt, akkor ugyanezek a rendőrök. Nálunk kaptak étkezést, hozzánk jártak inni. Ugyanezek. És mit talált ez a sok rendőr és kapta? Semmit. Mit talált volna? Ha én nem adom, de semmit nem talál. Amiért jöttek, az egy pisztoly volt. Igen. Hány lőszer volt benne? Egy. És maga azért 5 évet kapott. Igen. Találtam egy géppisztolyt itt a közeli Mátyás kertbe. De hát ezt már csak az 56-os események után találtam. Nem csináltam vele semmit, csak mint aféle gyerek. Szétszedtem, összeraktam, bezsíroztam, megterültem, elraktam. Határozott célom nem volt vele. Meg egy ilyen lövedékből kiszedtük ezt a makaróniszerű hosszú lőport, és azt hátul meggyújtottuk, gyufával akkor úgy ment a kövezete, mint a rakéta. Tehát játszottunk vele. Senkit nem akartunk fölrobbantani. Se megölni. Mennyit kapott ezért a játékért? Ezért a játékért 5 évet, ez volt a minimum. Tudta a szőstatáriumban? Honnan tudtam volna? Akkor észre szerintem ezt még nem fogtuk fel, hogy egyáltalán mit jelent. Hát ezt még a bírósági tárgyaláson sem fogtuk fel, hogy mit jelent a szőstatárium. Ezt már majd a későbbi idők folyamán magyaráztak meg, hogy tulajdonképpen mit jelent. Ez egyszerűen nem volt mit fölfogni. Itt annyira gyorsan történt az egész, hogy este elvittek minket, begyűjtöttek mind a négyünket, bevittek Szentélyen a járási rendőrkapitányságra, akkor az még ott volt lenne a Kossuth Lajos utcába. Nem foglalkozott velünk senki egész élet, sétes forbálítottak így a fal mellé, szembe a falnak, azt járkáltak a hátunk meg, ez hol belénk rúgtak egyet, hol neki lögtek a falnak. Úgy magyarul mondva ott szartuk, fogyasztuk össze magunkat állva éjjel a fal előtt. Nem mozoghattunk, nem mozdulhattunk meg. Társai is 14-15 évesek voltak? Igen. Hát a Gerény István az egy évvel fiatalabb volt tőlem, a Jurecska az meg kettővel több. Tehát 13 éves volt a társ. Igen. Ő mennyit kapott? Ő is 5 évet kapott. 13 éves gyerek 5 évet Igen. kapott. Én 16 éves voltam, december 26-án, pont karácsony szentestéjén. Annyian voltak, mint az oroszok. Hát a bátyámmal egy, a bátyámnak a lakásával laktunk, mert egymás mellett aludtunk. Rengetegen voltak, mind katonák voltak, de aztán, amit azok csináltak, velünk ütöttek először, vagdostak. Igaz, hogy tél volt, nagy ködis volt, hát egy kis ing volt rajta, meg egy kis kabát, hogy aztán az úton menne, ahogy vittek Pestre, ott teljesen székel, aki voltunk készülve. Azt sem tudom akkor, hogy hova vittek, de én szerintem azt szeretek, hogy inkább nagyon szeretek volna minket ütni. Arra emlékszek rá, hogy Megyeri Csárdát, mikor elhagytuk, azt hittem, hogy megfagyok bele. Az oldalam, a hátam, a fejem,
a fogamtű érték. És onnan vittek azért, bevittek, valahol valami katonasághoz vittek be, belöktek egy ilyen bodegába. Neki kellett állni fejjel a falnak, kezett tarkóra. És utána csippel vittek a katonai a Fő utcára. Hogy beléptem a szobába, egy, soha nem felejtem, egy alacsony kis mitogrász alak pofonokat vágni. Hát elég félre sikerült neki, mert én egy magas növésű ember vagyok. És hát attól úgy dühbe jött, hogy elöntött a vér a fejét, láttam, és elkezdett össze-vissza ütni, ahol ért. Hát maga akkor 16 éves, és mivel vádolták? Utána mi történt? Nem szóltak egy szót se, hanem lelöktek egy asztal mellé, és elém tettek egy ifpapírt. És azt mondták, hogy gondolkozzak és írjak. És maga mit írt? Hát, hogy mi történt, hogy mibe vettem részt, ezek voltak a kérdések, illetve hát azért kérdést raktak fel, és hogy írjam le, hogy 56 októberében hol voltam, mit csináltak, mert ők mindent tudnak róla. És végül maga mit csinált 56 októberében? Én nemzetőr voltam. Egy barátommal együtt, itt a közelben lévő laktanyánál teljesítettem szolgálatot, először a laktanya őrzésébe vettünk részt. De a barátja idősebb volt. Igen, igen, igen. Ő kis disszidált. Uh-huh. Na most utána pedig úgynevezett járőrzésbe vettünk részt, ami abból állt, hogy én negyed magammal, egy plusz a sofőrrel, egy jippel a környéket jártuk, és tulajdonképpen rendfenntartás volt a feladatom. Utána mégis mivel vádolták a rögtön ítélő bíróságon? Elsősorban fegyverrejtegetéssel, mert ugyan nálam nem találtak közvetlenül fegyvert, de a barátaimnál találtak. De magának mi köze az, hogy a barátainál találtak fegyvert? Hát az akkori jog, szóval a törvény úgy szólt, az akkori törvény, hogy aki fegyverről tud, és nem jelenti be, vagy önmaga rejteget, tehát ez egy kategóriába tartozott. És tulajdonképpen olyan tárgyalásra döbbentem meg, amikor egy egész fegyverarzenál volt a bíróság asztala elé, egy külön asztalra elhelyezve, olyan ócska puskák, gépisztolyok és ezek voltak ott tulajdonképpen kiállítva, amit meg voltam döbbenve, hogy ez az enyém, és hogy én erről tudok. Mert tulajdonképpen arról volt szó, hogy a környékről minden egyes fegyvert összeszedtek, amit így elhányva találtak, és azt mind az én nyakamba varták. Mit találtak? Gépisztolyt. Azt a gépisztolyt használtak? Nem. Hát akkor 16 éves. Igen. Tulajdonképpen csak játszott vele? Nem is játszottam vele. Tudtuk azt, hogy büntetendő, tudtuk azt, hogy ezért büntetés fog járni. Tudomásul vettük. Na, tehát mit érzett magát? Megbilincselték és elvitték. Szülők itthon voltak. Ők azt hiszem, hogy jobban szenvedtek, mint én. Utána apám elvesztette az állását, kirúgták, anyám az nehezen viselte a dolgokat. Ők jobban szenvedtek, mint én biztosan. Pedig önt is ütötték, verték. Előfordul. És ezeket a testi fenyítéseket hogy fogta föl, hogy ez büntetés? A világon semmit nem jelentett. Hozzátartozott a rendszerhez. Már akkor így gondolkodott? Már akkor igen. Nem vártam mást. Picit sem mást. Benne a rendőrsége mivel próbálták még vádolni? Muszáj róla beszélni. Hát, nem tudtak semmit bizonyítani, következésképpen nem is tudtak olyasmit aláíratni velünk, ami nem más akar... bizonyított volna, mint hogy fegyverrejtegetés. Ütötték a talpamat, a karomat, a hátamat, pofoztak, így hallgattak ki, rugdostak. Bebiztosították magukat, mert a Bimbó utca, akkor még ott volt a második kerületi rendőrség, a folyosóra kivittek,
volt egy fekete kalapom, meg egy bőrkabátom, azt rámadták, kezembe nyomták a géppisztolyt, és ott lefényképeztek, hogy itt tartani kellett a géppisztolyt. Gondolom, ez arra volt biztosíték, hogyha esetleg valami nagyobb ügybe akarnak berángatni, akkor a bíróság elé teszik, hogy ott állok fegyverrel a kezemben. Számomra is teljesen érthetetlen, hogy akármilyen speciális bíróságról van is szó, hogy kerülhet fiatalkorú, illetőleg gyermekkorú a rögtönítéló bíróság elé. De hadd mondjam el azt, hogy tulajdonképpen az a TVR, amelyik ezt a rögtönítéló bíróságot létrehozta, annyira primitív fogalmazású, hogy kétségbe vonom azt, hogy jogászok fogalmazták. Tulajdonképpen a rögtönítélő bíróság létrehozásáról a 28/1956-os TVR rendelkezik. Törvényerejű rendelet. Törvényerejű rendelet. Ez a rendelet elfelejtette meghatározni az életkort, úgyhogy szükségessé vált ennek egy kiegészítő határozata. Ez a kiegészítés a fiatalkor felső határát határozza csak meg, az alsó határát nem. Ezek szerint akár egy 3 éves óvodistát is katonai rögtönítélő bíróság elé lehetett volna állítani. De itt előbb azt kell megnézni, hogy az a szerv, amelyik ezt a TVR-t vagy törvényerejű rendeletet hozta, az törvényes volt-e? Hát gondoljuk végig. 1956. november 4-én egy idegen hatalom hadserege lerohant a Magyarországot, és egy csoportot hatalomra juttatott Kádár Jánossal az élén. Hát ez a csoport munkásparaszt kormány néven kezdett el intézkedni. Hát ez a kormány ez eleve törvényellenes volt. Na most mindaz az intézkedés, vagy TVR, vagy bármilyen jogszabály, amit ez a törvényellenes csoport vagy kormány hozott, szerintem törvényellenes. Rögtönítélő bíróságot, vagy bármilyen más speciális bíróságot a parlament hozhat. Itt most Dobi István az elnöki tanács elnökeként írta alá. Az a Dobi István, aki, mint tudjuk, részt vett a Kisgazdapárt a saját pártjának a szétzülesztésében, kiszolgálta a Rákosi diktatúrát 1956. október 23-án Nagy Imréhez csatlakozott, aztán november 4-én odaállt Kádár mellé. Nos, ez a ide-oda álló kalandor politikus írta alá. De mint a Népköztársaság elnöki tanácsának elnöke is csak úgy írhatta volna alá, hogy az elnöki tanács ezt a benyújtott jogszabályt megtárgyalja. De hol volt akkor elnöki tanács? Ő nyilvánvalóan, mint ahogy ez más esetekben is volt, egyszerűen kéznél volt, elértették ezt a nem jogászok által készített jogszabálytervezetet, és aláírta. Tulajdonképpen ehhez hasonló rögtönítőlő bíráskodás 1944-ben Szálasi kormány idején létesült, és mint tudjuk, Szálasit is egy idegen hatalom juttatta hatalomra, tehát az is törvénytelen kormány volt, és az ő rögtönítőlő bíróságát pedig a Kovács Emil, az akkori totális miniszter írta alá és hozta létre. Tehát nagyon hasonlít ez a Kádárféle rögtönítőlő bírósághoz. A törvényes bíróságok és az igazságszolgáltatás nem állt Kádár mellé, mint ahogy Szálasi mellé sem állt 1944-ben. Tehát szükség volt egy olyan bíróságra, amelyek teljesen függetlenül a törvénytől, a fennálló jogszabályoktól speciális szempontok az ő szempontjaik szerint működhetett. És akkor így történhetett meg az, hogy egy 13 éves gyerek is a katonai bíróság elé került. Tehát egy 16 éves gyerek, aki viszonylag szabadon él, gimnáziumba jár, szabadon gondolkodik, és egyszerűen puff, azt mondják, most te kaptál 5 évet, esetleg 10-et, annyi volt a lehetőség még. Ezt 16 éves észre kell végig gondolni. Én most már másképp érzem, másképp gondolom. De igyekeztünk, én legalábbis, hogy ezzel most túl vagyunk, kész, ez a biztos. És még talán örültek is, hogy nem 10-et kaptam, vagy kötelet? Igen. Ez nem volt benne az esélyek között az, hogy halálra ítélnek, mert ahhoz ez túl kevés volt. És például az ügyvédje mit mondott?
Nem mondhatott semmit, a bíróság jó indulatát kérte. Semmit nem tehetett többet. Akkor ez volt a feltétel. Ezek voltak a feltételek. Most Jugoszláviába kirelőnek. Megnézik azt, hogy milyen abba a házba kirelőnek, abba hány éves gyerek van? Nem nézik meg. És ez itt van tőlünk 300 kilométerre. És ugyanazok az emberek, akik most ott szerbek, olyanok itt is voltak 56-ban, sokan. Nem érdekelt, hogy hány éves gyerek van ott a szobában, bíróságban. 1957-ben 13 évesen álltam a bíróság előtt. Úgy kerültem a bíróság elé, hogy nem tudtam, hogy hazajutok-e valaha. Lehetséges volt, hogy több évig börtönbe kerülök, 13 évesen. És én 13 éves fejjel felfogtam azt, hogy ha engem most börtönbe zárnak, akkor milyen jövőm lesz. Hanyadikosok voltak? 7. általános iskolások. Nem tudom, minek köszönhető, de végül is a tárgyalás végén a bíróság megállapította, hogy mi ezekkel a fegyverekkel nem készültünk összeesküvésre. Semmi célunk nem volt. Az, hogy mi bíróság elé kerültünk, abban a kor a hibás, mert eldobált fegyverek voltak, amihez mi hozzájutottunk könnyen, és megállapította a bíróság, hogy tulajdonképpen mi azért tartottuk a fegyvert, mert érdekelt minket az, hogy hogy működik a fegyver, hogy működik egy ilyen pisztoly. Némi igazság volt is ebben. Egész életemben, egész mostanáig folyton arra vártam, hogy mikor olvassák a fejemre, mikor derül ki, hogy ez velem történt. Végig úgy éltem, hogy úgy a munkában, mint a tanulásban lehetőleg úgy kell dolgoznom, úgy kell tanulnom, hogy semmi kivetni való ne legyen benne, semmiben ne lehessen belekötni, hogyha valaha esetleg kiderül ez, vagy előveszik ezt az ügyet, akkor legyenek enyhítő körülményeim, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom. És ma se szívesen ülök kamera elé, megmondom őszintén. Nincs üldözési mániám, nem kínzott állandóan ez a félelem, csak állandóan készen álltam arra, hogy vajon mikor olvassák a fejemre, mikor derül ki. És talán most is fél valamitől, vagy valakitől. Nem tudom, hogy a feletteseim hogyan viszonyulnának ahhoz, hogyha most megtudnák rólam, hogy velem ez történt. Arra gondol, hogy a régi emberek még a helyükön vannak? Is. Igen. Ügyvédjük volt? Nem volt ügyvéd. Kirendelt ügyvéd volt, aztán már később csak a tárgyaláson, de azt is csak akkor láttam egyetlen egyszer, amikor bejött a tárgyalásra. Szóval az ügyvéd mit mondott a tárgyaláson? Fogalmam sincs, uram. Még most se fogja fel? Nem. Az ügyészi vizsgálat hogy zajlott le? Én az egész vizsgálatból annyira emlékszem, hogy többször megvizsgáltak orvosok, kikérdezték a gyerekkoromat, elmeorvos megvizsgált, idegorvos. Ennyire emlékszem, másra nem emlékszem az egészben. Mert amikor a főutcára kerültünk, először közös zárkába kerültünk, majd olyan zárkába voltunk, hogy voltunk 40-valahányan. Felnőttekkel? Felnőttekkel. És ott olyanok voltak például, hogy mind 56-osok. Kemény legények, kolvinköziek, ezek azok. Ilyenekkel voltunk egy zárkában. És azok mit szóltak, mikor meglátták magukat 14-15 évesen? Verték az ajtót. Őket meg a folyosón. Akkor görög-örök voltak, mint a főutca. Magyarul kevés volt, azok jókorban nem tudtak magyarul deverekedni, mert káromkodni, ezt nagyon tudtak. Arra emlékszem sajnos. Legtöbbet a gyűjtőbe találkoztam velük, de azok mind tisztek voltak.
sose felejtem el benne, amikor a folyosón, hát ott is sorba kellett állni villámcsapásszerűen, aztán üvöltették benne, na itt vannak, azt mondja, ezek a piszkos magyarok, azt mondja, kellett nektek talpadokra magyar? Az idősebb politikai foglyok tiltakoztak, hogy ilyen gyerekeket is bevisznek? Igen, volt tiltakozás, hát akkor még ott voltam a Léterpál is. Azt még láttuk sétálni ott az udvaron. De akkor még nem fogta fel, hogy ki ez a Maléterpál. Hát ott megmagyarázták meg ezeket a dolgokat. Kioktatták az embert, az idősebbek. És hogy bántak magukkal az idősebb politikai foglyok? Hogy mondjam? Úgy bántak ezek az emberek a fiatalokkal, mintha a saját gyerekeik lennének. Szóval valahol igyekeztek megvédeni a fiatalokat. Szóval nem olyan állapotok uralkodtak akkor a börtönben, mint most jelen pillanatban. Ezt már rabok között mondom, én nem az őr és rab viszony között, hanem rabok között. Szóval valahol igyekeztek ők tartani a hátukat a fiatalokért, szóval mások voltak akkor a viszonyok. Azt a később idő folyamán sokat változott a dolog. De úgy se rá visszaemlékezni. Igen, mert nagyon sok olyan is volt ott, akik volt katonatisztek, voltak magasrangú katonatisztek, és ezek mind oda voltak bezárva. Hogy emlékszik a bírósági tárgyalásra? Bírósági tárgyalásra? Én arra csak annyit emlékszem az egész bírósági tárgyalásra, hogy volt egy hatalmas nagy terem. De fölvonult rengeteg sok magasrangú katonatiszt. Civil nem volt. Abszolút. Fölolvasták az adatokat, anyám tyúkja, a büntényt. Közben történt ez a baleset. Milyen baleset? Előtt a bíró kezét a fegyverrel, nem volt hatástalanítva. Közönség nem volt, csak mink voltunk és az őrszemélyzet. Üres volt a terem, mink ültünk a bírósággal szembe. Nem a bíró beszélt, hanem a bírótól, aki balra ült. Alig, hanem az ügyész jobbra vagy balra, nem tudom, valahogy, hanem az ügyész beszélt, ismertette a vádat. Közben ki voltak rakva a bűnjelek az asztalra. És a bíró azt fölvette, és játszott vele, így forgatta, húzogatta jobbra-balra. A maguk pisztolyával. Igen, ez egy 5 lövetű forgópisztoly volt. Na most ennek a tárába bele volt verve egy 6.35-ös lőszer. Ezt én vertem bele. De vizes volt, mert ezt is a Dunába találtuk. Tehát nem lehetett elsütni. Tehát egy pisztoly egy golyóval. Na most a később idők folyamán kiderült az, hogy ezt nem bírta hatástalanítani a fegyverszakértőse. Az is ott volt. És ahogy a bíró játszott vele, hát közben ez eltelt idők folyamán valószínűleg megszáradt a lőszer. Elsült. Kezibe. Hogy fogta jobb kézzel, elsült a bal, és a bal kez itt a két ujja között belőtt, és itt a csuklóján jött ki neki. Szóval itt széttépte neki az egészet, és elvitt a két ujját. Úgyhogy nyomorék is maradt neki a keze. Hogy hívják ezt a bíró? Hát én, ha jól emlékszem rá, akkor úgy hívják, hogy Mundi. És úgyis csúfolták, hogy halálbíró, mert rengeteg halálos ítéletet kiszabott. Na, akkor megszüntették a tárgyalást, ugye jó óra hosszára elvitték ezt a bírót, és akkor jött egy másik bíró, és azt folytatta le a tárgyalást, és akkor azt hozta meg az ítéletet. Tehát pillanatok alatt az egyik bírótól átvették az ügyet, igen, és azonnal folytatták a tárgyalást. Igen. Hát utólag akkor érzi azt, hogy az a bíró nem tudta tanulmányozni az ügyet. Hát nem valószínű. Az egy bohózat, ahogyan ezek a tárgyalási hát professzúrák lejátszottak. Általában én 20 bűncselekmény tárgyalását néztem meg, és a tárgyalási időszakban átlagot számítottam. A 20 tárgyalásnak az átlagos időtartama 90 perc. Most gondoljuk el, 90 perc alatt ugye szót kell kapniuk a vádlottaknak, védeni kell magukat. Egy ügyben sokszor 4-5 vádlott is van. Szóhoz kell jutni a védőnek, szót kap az ügyész, fegyverszakértő mindenütt van, és elmeorvosi szakértő is. És 90 perc alatt még meghozza az ítéletét és a bíróság. Hát milyen ítélet születhet meg 90 perc alatt ilyen körülmények között? No, igaz az, hogy rendelkezésre áll ugye a rendőri nyomozati anyag, az ügyészi vádemelési javaslat vagy határozat, na de akkor is. Hát az nem lehet komoly tárgyalásnak nevezni, hogy 90 perc alatt mindenkit kihallgatok és meghozom az ítéletet is. Tárgyalás után az elsőfokú bíróság ítélete azonnal jogerőssé vált.
Tehát utána már csak kegyelmi döntés születhetett, és ott hát tulajdonképpen volt még szansza a vádlottnak, hogy csökkentsék, vagy esetleg megváltoztassák az ítéletet. De ugyanaz a tanács maradt. Hát ugyanaz a tanács. Ugyanazokkal az emberekkel. Hát ez a specialitása ennek a bíróságnak. Az ítéletek megszülettek. Néhány serdülő fiút a használhatatlan fegyverek eldugásáért, mint súlyos bűnelkövetőket kemény börtönbüntetésre ítéltek. A 14 éves Blesics Miklós 5 évet, a 15 és 16 éves Kövesdi testvérek 7, illetve 8 évet kaptak. A 16 éves Rehák Balást és Nádas Bélát szintén 5, míg Kohán Gézát 10 évre ítélték. Kisvakháza voltam egy éjszaka, azt a jajveszékelést, ami ott volt. Az ember látta a kis cellablakokon, ahogy mentünk oda be, hogy mutatták, hogy felakasztanak, hogy halálos. Hát abból már értettük már ebben a jelszóval, hogy mi történik ott. Én láttam benne, amikor a tepsibe is benne volt ezért a halott. Vizsgáltak, orvosilag. Azt is láttam. Én ott voltam egészen márciusikben, akkor is tudtuk benne, hogy mikor vannak a kivégzések. A hóhért látta? Hogy ne láttam volna, beszélgettem is vele elég sokat. És miről beszélgetett a hóhérről? Nézd, hát akkor még a hóhér egy, hogy mondjam, hát a mi szemünkben egy művelt ember volt, egy törös doktorátusra rendelkező művelt ember volt, szeretett hozzánk följárni. Hát, de tudták, hogy ő a hóhér? Tudtuk, hát természetesen bemutatkozott. Hát a mindennapi dolgokról. Mesélt az életéről, dolgairól, háborúkról. Hát ugye egy közönséges, rendes ember volt, szóval nem volt vele probléma. De tudták, hogy minden nap akaszt? Tudtuk. Közömbbe sem fogta fel az ember. Más nem tehetett. Tenni ellenem nem lehetett. Nem féltek tőle? Miért féltünk volna, minket nem bántott. Fiatalokat szerette, hát azért járt fel hozzánk beszélgetni. Tudtuk azt, hogy ki az, aki a halálra ítélt zárkába vár a halálos ítéletére. Én később sok emberre voltam együtt, akik tulajdonképpen megjárták a halálra ítélt zárkát úgy, hogy a mitófalat hirdették nekik a halálos ítéletnek a semmiségét, ami megint csak egy embertelen dolog volt, mert tessék ezt elképzelni, hogy valaki felkészül a halálra, és ugyanazokat a torturákat csinálják vele, mint a halálra ítélte, tehát megfogja két markos fegyőr, és kicibálják az akasztófalá, és az az ember odáig meg van győződve arról, hogy őt föl fogják akasztani, vége az életének. És akkor az utolsó másodpercben fölolvassa neki az ügyész, hogy megkegyelmeztek. Ismertem olyan embert, aki éppen a Pofosznak az elnöke, a Kónai, aki egy fekete hajú gyerek volt, és ebbe beleőszült. A Sátorújhelyen ott borzalmas állapotok voltak. Ott azt lehet mondani, hogy mind tanulatlan, bunkó, paraszt. Rizék voltak, smasszerok voltak, hát börtönőrök. Miket csináltak? Hát ott, amit el tud képzelni mindent. Már fiatalkorúakkal is. Napirenden voltak a hipisek, tehát a kutatások. Még nem voltunk az udvaron sétálni, hát 62-en voltunk egy szobában. Képzelj el, amikor a 62 ágyat összerámolják, összedobálják az ágyneműtől kezdve mindent a világon, eltorlasztolják az ajtót, négy nés masszer megáll két oldalt, az gumibottal egy ilyen lukon ugrálj befelé. Ilyenek voltak. Fölöntötték a folyosót vastagon vízzel, télen fölfagyott. Takaríts föl. Többi ilyen kamasz fiatalkorú szintén politikai elítélt volt? Elég sok, olyan 100 körüli
politikai elítélt volt akkor a sátor jogén, akkor nem igen volt köztörvényes. Szóval lényegesen kevesebb volt a köztörvényes, mint a politikai elítélt. Ilyen nagykorúak, akik több éves börtönműzéseket töltették. Hát csak azoktól hallottuk benne, hogy a állítólag benne sátrahelyén is ki akartak törni a rabok, és de hát megfékezték. Azt mindig az ablaknál mindig hallottuk, mert mindig mesíték az öreg elítéltek benne, akik a ott beállító voltak, hogy na ott megy, azt mondja, a Lesóczki, azt mondja, lássátok, azt mondja, semmi baja nincsen neki benne, magyar rugdosott, azt mondja, egy embert. Hogy agyon rugdosott? Agyon rugdosott, ahogy leverték az a... meg is halt. Azt olyan tudom, mert azt mondták benne, hogy meg is halt. De nem jó, utána is ugyanolyan, hát őr parancsnok volt. Csak mi hozzánk nem tartozott, csak az öreg elítélték, mondták benne, mert ott is egy ilyen lázadás volt. Hogy ott a börtönéz, már a mi részünkről is benne, hát mind szerintem benne, legszesebben inkább azok agyonvertek volna mindjájunkat. Kopaszra nyírtak mindjájunkat, párki volt, és egy nagyon jó kedves játékok volt neki benne. Ököllel, az emberek akkor átvágott a fejre, hogy majdnem bezagadt a feje, vagy ami a kezében a kúscsomó, vagy szájon vágta, hát mit ott csinálni egy gyerek? Szülei látogatták? Hogyne. Hát a látogatás is egy abszurdum volt, mert tulajdonképpen, ha elmennének és megnéznék azokat a körülményeket, ami mellett tulajdonképpen a látogatás lefolyt, tehát ez egy jobb állatketrec, az különből néz ki, mert tulajdonképpen úgy nézett az egész látogatási szoba ki, hogy volt egy terem, aminek a középső részén egy nagyon sűrű drótháló volt. Most azért beengedték az egyik oldalra a látogatókat, a másik oldalra minket, a rabokat. És akkor ugye máraval egy csomó idő eltelt, míg megkereste a tömegbe az egyik a másikát, ugye a hozzátartozóját, és akkor az őr a hátunk mögött sétált, és mindjárt beleordított, hogy erről nem beszélünk. Mert ki volt adva szigorúan ukázva, hogy csak családügyről lehet beszélni. Még arról se beszélgettünk, hogy beszélgethettünk, hogy mi van a fellebbezésemmel esetleg, vagy hogy... Tehát amiben a legkisebb politikai, vagy hát politikáról meg abszolút, hogy mi van kint, vagy hogy van az. Abszolút. Első között kerültem Váltra. Dolgoztunk, és pár nap után már melóztunk. A szallagüzembe, oda kerültem, nyomdagépre. Hát, sok fiatal volt, de talán az RKB-n én voltam a legfiatalabb, a többiek. A nagy zárkában voltam, 24-en voltunk benne. Hát a legtöbb, mint idősebb volt. Legfiatalabb, egy darabig én voltam. Utána, talán egy év múlva jött egy még fiatalabb. Az is politikai volt? Az is politikai volt, igen. Hát, és mit szóltak az öregebbek, hogy ilyen fiatal gyerekek is ilyen súlyos helyekre kerülnek? Hát, mit szóltak? Nem tudtak mit szólni. Voltak benne, volt köztük ügyvéd is, sőt, országgyűlési képviselő. Hát, szóval minden átjogú volt benne. 5 ébresztő volt, utána reggeli megkaptuk a fekete kávét, egy darab kenyeret. Na, aki nehéz testi munkát végzett, az plusz 5 deka szalonnával többet kapott, meg 20 deka kenyérre többet. Hát én nehéz testi munkás voltam, nyomdagépen dolgoztam, főleg melegbe. 60-ban volt egy nagy éjszésztrájk, abban már öcsém is ott volt, amikor az egész börtönsztrájk volt. Akkor volt az amnestia, biztos emlékszik rá. Kommunisták amnestiát kaptak. Tudtunk mink is róla, mert hát a rabújságban megjelent. És hát kommunisták akkor szabadultak, akik nagy fejek voltak, részt vettek a forradalomba, akkor azokat kiengedték, amint maradtunk. És ekkor tört ki a vésésztrájk. A társaság nagyobb része reménykedett abba, hogy hát ők is fölülvizsgálnak minden ügyet, és hát nyilván van, akkor mi is hát csökkentik az ítéletet, ha nem is szabadulunk, nem történt semmi. Most akkor volt egy úgynevezett éjségsztrájk, ami mint tudom, 2 napig tartott, azt hiszem. Maga is részt vett benne? Hogyne, mindenki részt vett benne, nagyon kevés kivétel volt, aki nem vett benne részt. És akkor kaptunk úgynevezett összkedvezmény elvonást. Az összkedvezmény elvonás is egy hát embertelen dolog volt, mert hát amúgy is képzelj el, egy hosszú idős rab, aki mint tudom én 10 évre el van itt éve, évente 2-szer látogathatják.
évente négyszer írhat levelet, és évente kétszer kaphat 3 kiló csomagot. Tehát egy minimális, nem hiszem, hogy valaha, vagy máshol is van ilyen kemény börtön viszont. Tisztelettel az elnöki tanács elnök urának. Én Kövesdi László fiatalkorú elítélt, azon kéréssel fordulok a tisztelt elnök úrhoz, legyen szíves kegyelemben részesíteni. Még letartóztatásom előtt ráébredtem arra, hogy a Magyar Népköztársaság államrendje az egyedüli olyan állam, amelynek építéséből éppen úgy részt kívánok venni, mint minden becsületes állampolgár. A kérelmet elutasították. Münich Ferenc miniszterelnök elvtársnak. Alulírott tisztelettel járulok a miniszterelnök elvtársnak jóságos személye elé, hogy fiamnak, Jurecska Lászlónak, aki el van ítélve 5 évi börtönre fegyverrejtegetés miatt, kegyelembe részesíteni szíveskedjen. Én csak abban látom a fiam bűnét, hogy a társait nem jelentette fel. Remélem a jó indulatában én is részesülök, vagy kegyes pártfogásában. Maradok igazi tisztelője, Jurecska Lászlóné, szülő. A kérelmet elutasították. Dobi Istvánhoz, az elnöki tanács elnökéhez. Alulírott Tetlák Pálné kegyelmi kérvénnyel fordultam önhöz. A fiammal való legutóbbi beszélgetés folyamán gyermekemben a teljes letargia és a minden iránti közömbösség volt tapasztalható. Szívünk majd meghasad azóta is, mert egy teljesen kicserélt embert láttunk magunk előtt, mintha nem is a mi gyermekünk lett volna. A kérelmet elutasították. Kedves Kádár elvtárs! Tragikus esetnek lettem, mint anya az áldozata. Kérem Kádár elvtársat, hogy találjon gyógyírt vérző anyai szívemnek. Kérem, hallgasson meg! Soha nem voltam és nem is leszek a munkás hatalom ellensége. A kérelmet elutasították. Hazajöttem kérdőletű egy adással. Itt volt a Dunakeszében a két orvos, a dr. Osvai László, a szegény meghalt. Az kezelt több fél évig. De utána már rántették a refet. Ami azt jelentett benne, hogy ki volt adva, hogy az útvonalam merre mehetek. Se moziba, sehova is. Minden este jelentkeztem kellett. Lent a Dunakeszivednél a rendőrségen. Hát azt el tudja képzelni benne, hogy ott voltak hát a régi Dunakeszi rendőrök benne, hogy én nem minném el azt ad benne, hogy teszem fi, az föntről kapta azt a utást, hogy ezek az emberrel beszéltek. Hát szerencsétem, és ez még nagy szerencsém volt benne, hogy hát megismergettem a nejemmel. Hát 63 júliusig meg is esküdtem. De hogy ezek mit össze-vissza kaparáztak, ezek eljöttek, főkeltettek a zágyból, leültek, albéletben laktunk, bejöttek, leültek, rendőr jött, munkásőr jött, segédrendőr. Hányszor volt benne, a jó, be voltak piával benne, aztán ott pofáztak. Hát nem lehetett hozzájuk, rossz volt se szólni, mert akkor még az volt a törvényben, hogy egy. Még ha hozzá sérek, rám fogja benne, hogy megütöttem vagy meglöktem. Semmi persze, ha elvittek volna, akkor még elvittek volna, akkor is a 72 órára, csak úgy simán. Hogy tudtam meg, hogy nem mehet egyetemre? A vállalatjavaslata kellett minden egyetemi felvételhez. A javaslatot kellett kérni, hogy engem az egyetemre a vállalat javasol, és az azzal járó kötelezettségeket vállalja, tehát tanulmányi szabadság, stb. Most ezt a javaslatot ezt tagadták meg tőlem, ez volt az egyetlen konkrét dolog, amikor olyan mértékben éreztem a hatását ennek az 1950-es ítéletnek, ami komolyan befolyásolta az életemet. És ezt közölték önnel, hogy maga ezért meg ezért, amire ellenforradalmára... Nem közölték, nem így közölték velem.
azt mondták, hogy a vállalatnak faipari mérnökre nincs szükség. Ez egy faipari vállalat volt egyébként. Onnan számtalan ember ment erre az egyetemre, többek között az akkori főmérnök és mások. Ha én akkor elkerülök a Erdészeti és Faipari Egyetemre, akkor most egy faipari mérnök vagyok. Ez nem sikerült. Úgy döntöttem, hogy azt a tananyagot én megtanulom az egyetem elvégzése nélkül is, és legfeljebb nem lesz róla a diplomám, de meg tudom a munkámat oldani. Remekül sikerült, és megtanultam, és szeretem is csinálni. Azóta találkoztam vele többször. Egyszer egy sörözés közben megköszöntem neki, hogy akkor nem javasolt, mert 1978-ban felvettek a művészeti alaptagjai közé. A börtön múltja az végigkísérte egész életében, nem? Hát olyan értelemben végigkísért, hogy még a középiskoláimat azt befejezhettem, a börtönben asztalos lettem, így hát a faipari technikusi oklevelet megszereztem, de már főiskolára vagy egyetemre nem mehettem volna. Mindig volt érzékem a belső telek kiképzéséhez, és rajzolni is elég jól rajzoltam. Ezt olyanok mondták, akik látták a rajzaimat, és képzőművészeti főiskolát végeztek. Hát szerettem volna belső építész lenni. Aztán hamar letörték ilyen irányú törekvésemet. Most már nincs ilyen. Egy évesen. Elvették az embernek a fiatalságát. Tehát ebben nem csak a én voltam benne, hanem nagy emberek is benne voltak. Az, hogy benne, hogy magyar voltam, sokan mindig mondták, hát miért nem menték külföldre? Nem mondom, itt a hazám. Elvették az embernek az önbizalmát, az életkedvét. Elvették a gyerekkorát. És ezekből az emberekből, akik ezt végigjárták, ezt a kanosszat végigjárták, azt lehet mondani, mindből lett egy magába forduló ember. Nem lehetett más tenni. Kénytelen volt az ember önmagába fordulni, és önmagával megtárgyalni azt, ami gondja, vaja volt, mert másnak nem mondhatta el. Nem volt senkinek arra szüksége, hogy ezért piszkálják. Tehát államhatalom volt, és annak alá voltunk rendelve. Nem jutott eszébe az, hogy változtat ezen? És mondjuk felnőttként elhagyja az országot, felnőttként. Nézze, uram, én voltam külföldön. Éltem külföldön, tudom az, mi ez külföldön élni. Én itt születtem, itt akarok meghalni. De csak érteni? Szereti ezt a hazát, ami így bánt magával? Még akkor is szeretem. Ebben a hazában nem csak végrehajtók vannak. Ebben olyan emberek is vannak, akik tűrnek. És akik a hátukat tartották azért, hogy az a haza még mindig megvan. Nem vágyok én semmire. Itt nincs mire vágyni. Ez is soha nem fogják a vállamat megveregetni. Nem lesz olyan ember, aki oda tartsa a hátát, hogy az én vállamat megveregesse érte. Ebben az országban, ami még most is van, ez a káosz, itt minden ember fél a másiktól. Hiába változtak 3-4 éve. Kívülről és belülről az embereket, hogy tudják megváltoztatni. Maga bele lát az én fejembe? Mert én nem látok bele magájába. Ezt nem lehet megváltoztatni. Én bennem a börtönévek alatt kialakult egy kép az emberekről, ami alapvetően máig sem változott meg. Az emberek kapzsik, irigyek, önzők. Szívesebben ülök a Dunaparton, nézem a Horgászbotom hegyét, mint hogy sok embertől beteg leszek, ideges leszek. Van-e önben az elkeseredésen kívül bosszúvágy, vagy... De bosszúvágy kimondottan nincs. Én senkit nem bántanék. De amíg mi itt eléggé filléres gondokkal küzdködünk, a második házasságomból is van 2 gyerek, a feleségem pedagógus, szóval nem dúskálunk az anyagi javakba, addig ezek közül a régi ávósok, rendőrök, meg Isten tudja milyen emberek közül korengedménnyel nyugdíjba mentek, vidáman éldegélnek a telkükön, vagy a lakásukba. Talán még kiemelt nyugdíjat is kapnak. Nem történt itt semmi. Semmi nem történt. Átfestették a címet. Ennyi történt. Hallgattassék meg a másik fél is.
Kísérletet tettünk arra, hogy a Sátoraljaújhelyi börtön egykori nevelőtisztjével riportot készítsünk. Nem kívánt nyilatkozni. A gyerekeket elítélő vérbírák és ügyészek neve most ismerté vált, de egyikük sem vállalta, hogy szembesüljön akkori tettével. Mi a véleménye arról, hogy a Kaput szerkesztősége igen nehezen, de megszerezte ezeket a mások által soha nem látott, eddig nem látott dokumentumokat? Miért zárolták ezeket 70 évre, és kik? Hát ez előttem is rejtély, de nem tudom, hogy ezt miért kell zárolni, és miért kell titkosként kezelni, és miért kell magas színvonalú engedélyhez kötni a betekintést, amikor ez egy peranyag, és elmúlt már 30, nem tudom, hány év, hát ez tulajdonképpen ebbe bárki betekinthet. Na de mégis 70 évre zárolták. Hát ez, nem tudok magyarázatot adni, mert én is kérdeztem, nekem sem tudták megmondani, hogy miért. Az illető, az igazgató, aki a levéltár igazgatója, nem tudta megmondani. A főutcában a budapesti katonai bíróság épülete előtt állunk. Meg szerettük volna kérdezni a katonai bíróság elnökét, dr. Hildebrand Róbert, hadbíró ezredest, hogy mi a véleménye, a mai véleménye az 1956-os, 57-es katonai rögtönítélő bíróságok munkájáról. Az ezredes úr sajnos elállt a nyilatkozattól. Szeretnénk megkérni önt, hogy beszéljen az 56-os perekről. Uram, egy pillanat türelme. Igen. Köszönöm szépen. Megtiszteltetés, de nem tartok rá igényt. Hogy objektívan, hogyha elmondaná a véleményét, vagy hogy miért vállalta, miért kellett ezt? Nem akarok ebben részt venni. Értettem. Nem, tessék kihagyni engem. Nagyon kisfiú voltam én még akkoriban. Mit szeretne mondja el? Hogy előszedni azokat az embereket, és megkérdezni tőlük, hogy tulajdonképpen tudják, hogy mit csináltak akkor, amikor csinálták azt, amit törvénytelenül csináltak. Azokat az embereket felelősségre vonni. Azokat ki fogja felelősségre vonni? Azoknak kiadtak ez utasítást, hogy ilyet csinálnak, hogy szartaknyos kölyköket tartóztassanak, és több évi börtönre ítéljenek. Azokat mikor fogják felelősségre vonni? Halálra ítéltekkel voltunk egy cellába, és tényleg borzalmasan tökretett emberekkel. Ez egy életre szóló dolog, ezt nem lehet elfelejteni. Erről lehet rosszat álmodni, lehet azt mondani, hogy elfelejtem, soha nem felejtem el. Neveket próbáltam elfelejteni, embereket, arcokat. Sikerült. Nem is emlékszik azokra, akik nem megverték, kihallgatták? Nem. Én onnantól kezdve igyekeztem, mert a gyűlöletnek, bosszúállásnak semmi helye nincs az ember életében. Ön nem mondta el a gyerekeinek se, hogy nem. Kamaszkorába börtönbe ült. Nem. Hát végül is nem. Teljesen szükségtelennek tartottam. Ők azt már meg sem fogják érteni, ha most mindent megírnak arról az időszakról, akkor se fogják megérteni soha. Tehát annak az időszaknak az érzéseit, az se átadni, semmiképpen nem lehet szerintem átadni. Tehát akkor 1956. október végén, aki az utcán volt, azt nem lehet lefényképezni, lehet elmondani, lehet regényeket, lehet róla írni, de az érzéseket azt nem. De azért a keserűség magában maradt. Nem. A keserűség most van bennem, hogy azt hittük, hogy ha egyszer valaha másképp lesz, akkor egész másképp lesz, nem ez lett. Azért vannak a feltörekvő fiatalok, hogy az utánunk következőknek jobb legyen. És ők már reményt találjanak benne. Ezek szerint ön az idősebbekben már nem lát reményt, hogy változtatni tudnak és változni tudnak? Ez a korosztály, uram, ez már ezen nem fog változtatni, és nem is akar változtatni. Mert aki ebből a korosztályból most jelen pillanatban ott ül, ahol ül, ez már nem akarja elveszíteni azt, ami neki van. És nem fogja nekem adni meg a másiknak, meg a harmadiknak. Féltek attól, hogy ha a 56-osokat jobban elengedik, tehát nagyobb politikai
befolyást engednek nekik radikálisabb vonal. Tehát egy radikálisabb vonalat képviselnek, ami nem igen egyeztethető össze ezzel a, hát megmondjam őszintén, hát ha nagyon megkaparnám ugye a mostani vezetési garnitúrát, hát nagy részt nagyon sok kompromitálta magát a régi rendszerben is. Most nem hiszem, hogy ezeknek olyan túlságosan érdekük lenne az, hogy egy radikálisabb irányzatú politikai erő hatalomra kerüljön, vagy akár valamilyen hatalomra kerüljön. A fiam korosztály, aki most 24-25 éves. Ezekben bízom. Mert hát azért lassan valahogy haladni kell, és hát azért én mindig tudtam azt, hogy az evolúció, tehát a fokozatos fejlődés az, ami tulajdonképpen az embereket előre viszi, illetve a társadalmat előre viszi. De azért erre nem számítottam, hogy ennyire elkenik a dolgokat. Szóval én nekem a meggyőződésem az, hogy egy új társadalmat nem lehet ilyen alapokra építeni, hogy tulajdonképpen meglévő bűnösöket futni hagyunk. Most itt nem a bosszúállásról van szó, hanem az egyenlő mércéről.